Ez itt az új Corolla, eddig 47 milliót gyártottak belőle, és ez itt az egyik legújabb példány. Egy 180 lóerős hibrid, az erős hibrid. Az erős hibrid jó, az erős hibrid nem befőttes gumizik, a 122 lóerős hibrid befőttes gumizik. Szép, nagyon szép. Ez az autó már majdnem mazdai szinten szép, de azért még nem Peugeot-i szinten. Motoros. 581 liter csomagtartó. Még itt alatta is van hely, tessék. És vannak elegáns krómcsíkok. Kombi, hátul is tágas. Fejemnek is az. Lábamnak is jó. Kiszállni viszont. Na, ez az ember csak kijel. Elő viszont jó ülések, szép műszerfal, kéken világít, nyúnyogó hangok és a szokásos Toyota Synergy Drive többféle üzemmóddal. Minden Corolla hátul multilink felfüggesztéses, ami azért nem egy rossz ajánlat ezen a piacon, mert mások ezt elsinkófálják. Lehet év autója? Egyrészt az erős hibrid miatt, mert az nagyon érdekes, nagyon erős, jól működik, ügyes, csendes. A gyengébbik szerintem egy szar. A benzinmotorjai gyenguszok, ezt ebben a verzióban kell venni. Ebben a verzióban viszont nem annyira takarékos, mint az enyhébb hibriddel. Nagyon elegáns, nagyon jól van összerakva, jó vezetni, finom a kormánya, multilink a hátsó felfüggesztése, csendes, és rugózik. Egy rendkívül jól kitalált autó, és minden bizonnyal az egyik legmegbízhatóbb lesz az idei 7 döntős évautója választott közül.